Elfogadta egy perui bíró egy felperes keresetét a Facebook alapítója Mark Zuckerberg ellen, miután a közösségi oldalon felfüggesztették a fiókját, amiért nem ellenőrzött híreket osztott meg. Juan Mejía 2021-ben posztolt egy hírt, amely szerint a koronavírus egy kínai laboratóriumból szabadult el. Mejía, aki maga is ügyvéd, azt állítja, hogy a Facebook megsértette a véleménynyilvánítás szabadságához való jogát, amikor 45 napra letiltotta a fiókját anélkül, hogy lehetőséget adott volna neki a tiltakozásra. A férfi 300 ezer dollár kártérítést követel. A perui bíróság arra kérte Zuckerberget, hogy videóhíváson keresztül jelenjen majd meg a június 17-ére kitűzött tárgyaláson.